Ez a férfi keresi a szentelt vizet a mise előtt, ám hiába. A koronavírus terjedésének megelőzése miatt az egyház is különböző intézkedéseket tett. A Bátaszigi templomban sem töltötték fel ezeket a tartókat, továbbá az áldozás menetén is változtattak. Az ostját a hívők kezébe adják, nem a szájukba. A bátaszéki katolikusok pedig elhalasztották a márciusi zarándoklatukat. Bábel Balázs kalocsai érsek beszédében is kitért a koronavírusra. Mentsen meg bennünket az Úr a koronavírus betegségétől. Ezekre az intézkedésekre azért is van szükség, mert nem csak a világ különböző pontjain emelkedett a megbetegedett emberek száma, hanem Magyarországon is. Már 9 új koronavírust fertőzöttet tartanak nyilván, miután vasárnap 2 újabb emberről bizonyosodott be, hogy megbetegedett a vírussal. Szekszedon egyelőre nem érződik a pánik, bár a többség tart a betegségtől, ezért különböző óvintézkedéseket tesz. Megpróbálok kezet mosni. Meg hát nem érintkezem azért, csak most... Nem nagyon nagy tömegekre, nem koncertekre. Azért szeretek ebbe a boltba menni, mert hát itt kevesen vannak. Kerülöm a közösségeket lehetőleg. Más visszamondja az ausztriai idősgondozói munkáját, mert nem szeretne sem megbetegedni, sem másokat megbetegíteni, ha elkapná a koronavírust. Gyenge az immunrendszerem, és pont ezért hát tanácstalan is vagyok. Megint más feleslegesnek tartja a koronavírust övező intézkedéseket, a média felhajtását. Én nem tartok tőle, és nem hinném, hogy szerintem nem kellene tőle félni. Eközben a kormány létrehozott egy tájékoztatási oldalt, ahol aktuális híreket közölnek a vírussal kapcsolatban. A koronavírus.gov.hu szerint a vasárnap diagnosztizált 2 új beteg a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó kontaktkutatásra kerültek a Népegészségügyi Hatóság látókörébe.